Kedves hatvaniak! Amikor ezeket a gondolatokat rögzítjük, akkor még az adventi időszakban vagyunk. Az adventi készülődésben vagyunk. És azt gondolom, hogy ennél ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy itt gyerekek szaladgálnak mögöttem. Áll a karácsonyfa, világítanak a főtér fényei, és közösen együtt készülődünk karácsonyra. Ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hát ez egy kihívásokkal teli esztendő volt. De most karácsonykor, 24-én este, együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. Néhány napra kis békességet, egy kis nyugalmat, megnyugvást találunk, és valóban örülhetünk karácsony ünnepének. Megünnepelhetjük Krisztus születését, és megünnepelhetjük azt, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk. Békesség és nyugalom. Talán erről szól a karácsony igazán. És én ezekkel a képekkel, ezekkel a gondolatokkal kívánok minden hatvaninak meghitt, békés, boldog karácsony ünnepeket. Boldog karácsonyt, 60!